Az oszcilloszkóp egy elektronikus mérőműszer, melyet elektromos feszültség változások megjelenítésére alkalmazunk, és erre is találták ki. Többféle fajtája van, régebben analóg oszcilloszkópok voltak a használatban, és már a digitális oszcilloszkópok szinte teljesen felváltották őket. Az analóg oszcilloszkóp annyiban különbözik a digitális oszcilloszkóptól, hogy ő ott eleve real-time-ban közvetlen időkéslekedés nélkül jeleníti meg azt, amit ő mér. Természetesen sokkal egyszerűbbek és sokkal primitívebbek és sokkal kevesebb dologra alkalmasak, mint a digitális utódjaik. A digitális oszcilloszkópok ugyebár először egy analóg digitál átalakítóval bedigitalizálják a mérendő jelet, majd kitalálják, hogy az mi, és megjelenítik, és mivel, hogy már megjelenítés közben ők igazából feldolgozták teljesen a jelet, bármilyen adatot a jellel kapcsolatban meg tudnak akár jeleníteni a képernyőn, feszültség, csúcsokat, effektív értéket, frekvenciát, bármit, amit mértek, arról bármit meg tudnak jeleníteni, igazából ez már csak egy szoftver kérdés. Na most nekem egy régi RFTEO 213-as analóg oszcilloszkópom van, ezt fogom most hirtelen megmutatni. Nos, ő az én kis 10 MHz-ig mérni képes analóg pajtásom. Nem mai gyerek, olyan 30-40 éves lehet majdnem, mint én. És annyit kell tudni az oszcilloszkópokról, legalábbis az analóg oszcilloszkópokról, hogy van nekik egy képernyőjük, amin egy elektron sugár cikáz balról jobbra. Ha ezt én most lelassítom az időalappal, akkor lehet is látni, hogy ott megy a kis pontunk. Na most, ha én közben a mérőzsinórra egy jelet kötnék, elég, ha csak én megfogom majd a végét, már lehet látni, hogy elkezd kilengeni az a pont, ugyanis amit mér, azt a feszültséget ő a függőleges eltérítéssel mutatja meg, hogy az éppen merre tart. Ha én ezt felgyorsítom, látszani fog az én 50 Hz-es brummom, amit a környező, minket körülvevő fali kábelekből szedünk össze, mint antenna. Ez a mi kis brummunk. Nem egy szép jel, de a lényeg az, hogy ezt most én adom neki. Ez egy 50 Hz-es brumm feszültség. Így néz ki az oszcilloszkópon megjelenítve. Hát jó csúnya. Na mindegy. Szóval ott a vízszintes eltérítés, és van nekünk még ugyebár a függőleges eltérítésünk. Ha én kikapcsolom a vízszintes eltérítést, akkor ott megmarad a pöttyünk, és nem hagyom ott sokáig, mert bele fog égni a képernyőbe. Tehát esetleg azt tudom csinálni, hogy adom neki a brummot, és így állítom le, akkor látszik, hogy ott szépen egy függőleges csíkot alkottam vele, és ezt meg is tudom akár növelni, és a pozícióját is tudom változtatni. Most egy függőleges eltérítésünk van csak, amit én most a kezemmel csinálok, egy 50 Hz-es brummal, de én visszakapcsolom a eltérítésünket, és megjelenítem újra kicsit nagyobb jellel a 50 Hz-es brummomat. Szóval az oszcilloszkópnak annyi a lényege, hogy balról jobbra cikázva mindig előről kezdi a képet, hogy mindig az aktuális változását, állapotát mutassa a jelünknek, és ha szinkronizálva van, akkor mindig ugyanonnan kezdi ráadásul. Pont úgy működik, mint az EKG gép, amikor jól ránk kötik, és nézik a szívünket, ott egy kis ceruza vagy toll így elkezd rajzolgatni a szívünk rezgésére, és közben alatta megy a milliméter papír, és arra gyönyörűen rárajzolja a szívünknek az ütemét, hogy hogy folyik le. Lehet látni rajta, hogy a plusz beütések vannak, jó, nem vagyok kardiológus, meg hogyha valami hibája van annak a szívritmusnak, szóval lehet leolvasni, pont úgy csinálja, mint az oszcilloszkóp, csak az papírra rajzolja, ez pedig egy képernyőre rajzolja ki nekünk egy elektron sugárral, az analóg oszcilloszkóp egy elektron sugarat, egy katód sugárcsövön mozgat jobbra, balra, felle, ugyebár a balról jobbra az a vízszintes eltérítés, mint mondtam, a függőleges, az pedig a erősített jel, ami a mérendő feszültséget tudja mutatni. Ha zenét kötünk rá, akkor pedig ilyen szép változó jelekkel találkozgathatunk.
ennek az idő alapját, az idő alap tekergető kapcsoló az annyit állít, hogy milyen gyorsan pásztázzon balról jobbra, minél magasabb az a frekvencia, amit látni akarunk, annál gyorsabban kell pásztázzon szegénynek, hogy az a kép ne csak egy szétfolyt valami legyen, ha nem elkapjuk, minél feljebb kapcsolunk, annál magasabb frekvenciás összetevőket is meg tudunk nézni. Ez az idő alapunk. Én mutattam, ez az, ami azt állítja, hogy milyen gyorsan menjen balról jobbra az a pötty. Gyorsítunk rajta, gyorsítunk rajta, gyorsítunk, mindaddig, amíg a képünk az nem lesz, amit látni akarunk. Most pedig rákötöttem a bemenetét arra, az a teljesítmény hanggenerátorom, ez egy 100 kHz-ig feltekergethető hangfrekvenciás függvénygenerátor, tud 3-szögjelet, színuszjelet és 4-szögjelet, és van hozzá egy 100 wattos végfok, ebbe is van végfok, igen, amivel hangszórókat is meg tudok hajtani, ki tudok próbálni alacsony frekvencián, sustorog-e, sutulja a tekercset, meg lehet mindenféle zörejt hallgatni benne, mert hogy ő ilyen szép jelekkel dolgozik, és ezeket lehet, ez már úgyse hallatszik, ezt is itt egy itt egy adott frekvenciánk, most nagyon sűrű a jel, ha feljebb vesszük az eltérítést, akkor széljelét tudjuk húzni, meg tudjuk nézni, hogy például eléggé beül az alja meg a teteje, de nem baj, én ezt így szeretem. Na itt ezt már alig fogjátok hallani, de... Vissza. Maradjunk egy ilyesminél. Ebből lehet háromszöget csinálni. Ott egy gyönyörű szép háromszögjel. A négyszöget azt nem tudom olyan könnyen megmutatni, de az egy négyszögjel. És annak csúnyább hangja van, sokkal, sokkal felharmonikusa, de a modulárba mi azt szeretjük, mert abból sok minden pluszot lehet készíteni. Építettem én régebben orosz kis tévékből ilyen analóg oszcilloszkóp jellegű dolgot, tévészkópot. Ezek persze nem nagyon alkalmasak mérésre. Nagyon szépen megjelenítik egyébként a jelalakokat, csak ez például egy szinkronizálatlan verziója volt. Ez a kis csoda pedig már egy szinkronizált verziója az orosz kis tévéből oszcilloszkópnak. Hát nem egy gyönyörű jelalak, de legalább lehet látni, meg ahogy még nézem, fut is a kép. Már csak a kamera nem fog látszani az eltérítés miatt, de... Szóval lehet tévészkópot is csinálni, csak ezek nem igazán szépek, amit megjelenítenek, de azért tök jó. Inkább nem szivatlak titeket analóg oszcilloszkópok építésével, bár nekem van még ilyen kis tévéből, ilyen orosz kis tévéből, vagy 6-7 darabon működőképes, de és amúgy nagyon menő lenne bizonyára egy analóg moduláris szintetizátorba egy analóg tévé, mint oszcilloszkóp, de van egy sokkal jobb módszerem. Ez a módszer bizony az oszcilloszkópe. Na jó, igen. Applikáció, amit már a háttérben lehet is látni, egy Huawei-en és két Sony-n. Na most ez egy nagyon jó kis oszcilloszkóp alkalmazás, van egyébként másik több oszcilloszkóp alkalmazás, amivel ugyancsak ennyire meg vagyok elégedve, de ezzel nagyon meg vagyok elégedve, amivel éppen veszem a videót a XA2-n, mert én ilyen Sony párti vagyok. Xperia XA2 legalább még sztereó is, mert hogy át lehet váltani két csatornás üzemmódba is, persze ugyanúgy monóba jelenítik most meg ezek a telefonok itt, amiket látunk, az egy Xperia L, ez egy Huawei Y7 Prime, ez pedig egy Xperia, mi ez? Nem, ez az L, az egy E5, bocs, az egy Xperia E5, ez az L, az pedig a Huawei-em, a céges. Na és azt kell tudni róla, amúgy még itt van a édesanyámtól örökölt, azaz, hogy megkaptam tőle kis Samsungja. Na most a ezek mind monók, most épp a külső mikrofont használják, mint bemenetet.
és ez a kis telefon is alkalmas erre, majd mindjárt megmutatom, hogy miért jó ez nekem. Szóval gyönyörűen megjelenítik a jelet, és akár be is kapcsolhatom itt a hanggenerátoromat, és annak hangját is lehet hallani, majd hangosítok. Hát ez jó csúnya. Mármint, amit a mikrofon vesz. A Huawei-en lehet látni, hogy hülye. Na most ez mikrofonon keresztül is elég csúnya volt. Annyit kell tudni róla, hogy nem minden telefon kezeli jól egyébként. Nem csak a mikrofont, hanem a mikrofon bemenetet sem. Például a Xperia E5-öm, az például csak 6,7 kHz-ig visz át, és utána a jelet lecsökkenti. Meggondolom, milyen sávszűrő. A Huawei az átviszi a teljes sávot egészen 20 kHz-ig, még a jel méretesen változik. A kis Xperia L az is, várjunk csak, igen, az is átviszi a teljes tartományt, csak egy baja van, a jackes mikrofon, az azt nem mikrofon, hanem jackes fülhallgató csatlakozója, csak hárompólusú, az csak fülhallgató kimenet, nincs neki külső mikrofon becsatlakozási lehetősége. Ezzel őt már ki is lőttem a dologból, pedig nagyon könnyű lett volna a kábelezése. Ami a kezemben van, XA2, az pedig azért hibázik, mert hogyha egy ilyen állandó frekvenciát adok neki, mint ezek a színuszjelek, amiket az előbb mutattam, akkor ő azt bizony zavarjelnek, ilyen zajnak veszi, és az fogja magát is lehalkítja és kiszűri. Mindig csak ha változás van, azt jeleníti meg, és utána, hogy egy állandó frekvencia jön be, azt lehalkítja. Úgyhogy van, amelyik telefon alkalmas rá, van, amelyik nem. Na már most be kéne támadjunk valamelyik telefonba. Nos, ilyen komoly elektronika szükségeltetik ahhoz, hogy a jackes 4 pólusú fülhallgató bemeneten be tudjunk támadni a telefonunkba, már ha abban van ilyen csatlakozó, ugyebár a L-be nekem nincs, most épp a Huawei-en szépen lehet látni azt a színusz jelet, amit a hanggenerátorom ad kifele. Ezt át is válthatom háromszögre, és akkor meg is jelenik gyönyörűen a háromszög jelen. Ezzel én most közvetlenül be vagyok támadva oda. És itt ki is mentem a képből. Na most ilyenkor már időalapot kell váltani, mert ezen is van időalapváltási lehetőség. Na, ott még látszik. Pedig ez már közel 20 kiló. Szóval a Huawei az ebből a szempontból jó. Ja, egyébként, hogy miből áll. Na, jön ki a jelünk. Egy potméter hangerő feszosztónak attenuátor, majd egy 100 kilómos ellenállás sorba, és egy 2,2 kilómos ellenállás. Azt hiszem 2,2-es. Párhuzamosan ez egy feszosztó ugyancsak, mert hogy nagyon pici jelet fogad a mikrofon bemenet, mert hogy mikrofon bemenet, ott néhány millivoltnak kell csak megjelennie, és ahhoz, hogy mi itt ilyen 5-10 voltokat is meg tudjunk jelenítetni vele, akkor ekkora osztásra van szükség, hogy 100 kilóm, 2 kilóm, meg eleve egy 100 kilómos potméterrel megyek be. Itt most lehet látni a kis nyáklapon, pont abban a sorrendben hoztam ki, ahogy a jack dugó van a itt a végén. Így kezdődik, első a mikrofon bemenet, második a test, és a két hang kimenet következik utána. Szóval így kell bekötni, és ki is jöhetünk akár hangfrekvenciás kimenettel a maradék két póluson, de a mikrofon bemenetbe így lehet bemenni, és van becsatoló kondia mindegyiknek telefonon belül, mert nincs szükség kondenzátorra, próbáltam egyen feszültséget megjelenítetni vele, nem lehet. Erre nem alkalmas, váltakozó jelet megmutat bármit, de egyen feszültséget nem mutat meg, szóval a lényeg ez az osztás, ez az attenuátor, és onnantól kezdve meg lehet jelenítetni tényleg vele a háromszögjelünket, a színuszunkat, és még a négyszöget is, bár azt egy kicsit csúnyán. Mivel okos telefon, az okos telefon, bármit rá lehet tölteni. Itt az Oscope nevű, ez most egy oszcilloszkóp is,
meg egy spektrumanalizátor. Mutatja, hogy milyen frekvencián vagyok éppen, ahogy tekergetem. Szépen megy arrébb a csúcsom. És lehet is látni, hogy felharmonikus, az az icipici kis valami van csak. Már szerintem a háromszögnek több lesz. Aha, ez a háromszögjelünk. Már látszik, hogy szépen ott vannak a felharmonikusaim. Nem tudok adni neki már nagyobb jelet. Ezen nem lehet időalapot állítani, ezen a programon például, de egy spektrumanalizátornak nagyon jó. Szóval, Scope programra fel, mindenkinek van otthon szerintem egy levetett régebbi telefonja. Nekem például, mint mondtam, az anyukámtól kapott, mi ez? AC3, Samsung S3 és Lollipop 4.2.2 van rajta, és gyönyörűen fut rajta, ott van Hello! Gyönyörűen fut rajta a másik program, és ezt fogjuk felhasználni, és beépíteni. Akkor alkalmas a telefonunk erre az átalakításra, ha a fülhallgató és mikrofon bemenete, ez a jackes bemenet, ez 4 pólusú dugót fogad, mert akkor van ugyebár mikrofon bemenete. És aminek még meg kell felelni, hát az bizony az, hogy levehető hátlapos legyen, mert hogy szét kell hozzá szedjünk mindent, de főleg a telefon hátlapját is bele kell bújjunk, hogy kivezessük majd a telefon bekapcsoló gombját is, mert hogy akár meg lehetne oldani azt is, hogy mechanikusan nyomja meg egy gomb ezt a bekapcsoló-kikapcsoló gombot, mert hogy fel kell élesztjük valahogy majd a telefont, amikor beépítjük. Én máshogy oldom meg, szét fogom szedni, kivezetem azt a szálat, amit a Samsungban és a Sonyban a bekapcsoló nyomó gomb teste zár, azt a szálat fogom kivezetni, és mivel van testünk, mert a jacken kijön a test, ahhoz fogom majd egy mikrokapcsolóval hozzázárni, és azzal bekapcsol a telefon. Nos, akkor készítsünk előbb neki egy házat. Oszcilloszkóp készültségi szint 20%. PC-táp aljába lesz. Ez egy 0,6-os lemez, nagyon jó. Erős vastag, itt meghagytam az oldalából ezt a kis felhajtást, mert ez merevíti. És igazából le is vágtam itt a alul fölül, ahol be kell majd illeszkednie ide a táp mellé. Na most a Samsungnak van egy olyan hátránya, hogy rejtett gombjai vannak, tehát nekem meg ez a középső nyomógombig kell majd ablakot vágjak, esetleg innen a Samsung feliratot már kitakarhatom. Ezt kell majd valahova ide kb. Persze a 10 centin belül, mert hogy a 10 centibe bele kell, 10 centi sávba férjünk mögötte, azon belül kell maradjak. Hát nem sok helyem lesz, így ha azt nézem. Tehát éppen csak alatt elfér a bemeneti csatlakozó, tovább fűzés, meg a hangerő szabályzó poti, az kész, meg a nyomógombunk, amivel bekapcsoljuk, úgyhogy nem sok minden lesz az elején. Készültségi szint 30%. Ki van vágva a kis ablakunk, ami mögött lesz a telefon. Flex korong, egyes korong, meg a reszelő nagybarátom. Még ez a lefogató is kész van hozzá, amivel majd hátulról így oda lesz fogatva a telefon. A kábelek is meg vannak elalakba megtörve, a kimenet, meg a táp. És most jön az, hogy bár nem vagyok mobiltelefon szervizes, de sajnos ilyen szinten szét kell szedni. És ott van a bekapcsoló gombja. Az a pici szar. Azt kell mindjárt valahogy úgy kivezessem, hogy ki lehessen helyettesíteni kívülről. 0,2-es trafó tekercselő húzallal kivezetékelve. Oda rá is forrasztottam. Na, de ez makró. Megpróbálok zoomolni. Oda lett ráforrasztva szépen a baloldali érintkezőjére, és bizony ezt kell mérni, amit mindjárt mutatok. Fogom a műszert sipolóba. Itt a trafó tekercselő húzalom vége. Itt ez például a test.
hozzáérintem, és ha nyomom a gombot, akkor sippannia kell, magyarul innentől kezdve én rajta vagyok. Persze mostan kívülről tudom majd irányítani a telefont. Ennyi. Most ugrik a majom a vízbe. Itt a szálunk, ennyi, ott mellette kihoztam. Ha ez fémből lenne, oda egy szigetelő szalag csíkot raktam, hogy nehogy hozzáérjen, nem erről minden műanyag. Úgyhogy most van az, hogy füles bele. Fülesen, nézzétek meg, most még nem megy. Fülesen a árnyékolás volt a test. Itt most a új vezetékemen a test, mikrofon, két hangszóró kimenet. Vagy fülhallgató, vagy mi az. Jó. És akkor... Érintsük össze, hátra robban. Na, zizz. Zizz. Samsung Galaxy. És elindul. Úgyhogy ennyi lesz bekapcsolni majd a telefont. Ezt kell nekem egy mikrokapcsolóra kivezessem. És elindul. Most, hogy meghekkeltük a telefont, végül is ezt a kapcsolást kell oda a fém lemezre felépíteni. Minden el fog férni a potméteren meg a bemeneti csatlakozón. Tehát nem kell túlzásba vinni, nem kell nyáklap hozzá, semmi. Itt a jack csatlakozónk, ez ugyebár bemegy a telefonba, és ezt a két ellenállás, meg ezt a két kondenzátort kell odabigyeszteni. Akarok rakni rá még két csatlakozót, a két fülhallgató kimenetet, azt fogom még lehozni, úgyhogy négy darab lukat kell fúrjak, plusz a mikrokapcsoló bekapcsolni. Ja, meg a potméteré. Összes furat a helyén. Kis ablak. Felfogatás a modulházba. Ez a telefonfőfogató. Itt lesz a nyomógombunk a mikrokapcsoló mögötte. Két kimenet. Potméter. Két bemenet. Azaz, hogy a bemenet meg a továbbfűzése. És kész, mehet igazából. A folyamat ismerős, aki látta az előző videót, azt tudja, hogy fog menni. Előlap előkészítve, átmenő csavarok. Rögzítve, ez fogja ugyebár a telefont oda tartani. Elkészült a minta is. Úgyhogy pakolom össze. Készültség 70%. Telefon a helyén, csatlakozók beépítve. Tekerő helyén. Hátulról két csatlakozó bent a telefonba. Lefogatva egy ilyen lemezzel a három helyen, ahogy ki volt fúrva, benn vannak a csatlakozói, és a bekapcsoló gomb, egy kis nyomógomb, kis mikrokapcsoló, egy próbanyákon helyezkedik el, és alul így fekszik föl az előlapra fúrt furaton a fóliára, mert ha én itt megnyomom, akkor kapcsol. És így lehet egy rejtett nyomógombot beépíteni. Úgyhogy most összekábelezem, és ott azt a kettő kondit kihagyom, mert nincs értelme. Valószínűleg, mivel hogy 32 ohmot hajtott közvetlenül, van belső kicsatoló kondenzátor, akkor minek raknék bele még egy frekvencia függő elemet, úgyhogy az ott kimarad, simán csak ki lesz hozva a két csatlakozóra, az kész. Na, kábelezzünk. A kábelezés végül ilyen lett. A két bemenet lepározomosítva, az egyik a továbbfűzés, az egyikbe bedugjuk a bemenetünket, a másikkal lehet tovább menni például a hangvégfokba, megy rá a potméterünkre, potméterre rászerelve a két ellenállás, ez a nagyon komoly kapcsolás, ellenállások közös pontjáról megy be a fekete szállal a mikrofon bemenetbe, végtestelve mindegyik, ez már a két hangkimenet, végül ugye nem használtam föl kicsatoló kondenzátort, mert eleve biztos, hogy van belül kicsatoló kondenzátora, oda van kötve a zöld meg a piros, és a külön kis szálamot behúztam egy csőbe, a bekapcsoló gombét, itt van a kis próbanyákon rákötve, test a másik vége, most ki is próbálhatjuk, hogy beindul-e. Itt az USB-s vége, kábel a töltő és esetleg adat csatlakozó, majd úgy fogom belül is csatlakoztatni, hogy nem vágom le, hanem ő egy ilyen USB csatlakozást kap majd a tápegységtől. Jó, és akkor itt a nyomógombunk, benyomom. És zizz. Elindult.
Jaj, reklámot eltakarom. Addig mutatom, hogy be van kötve szépen a hanggenerátorba. Itt jön Jackkel a hanggenerátorom kimenete. Bejött a Samsung, amúgy nagyon gyorsan bootol a kis cucc. És ott is van, és már indulhat is. Ott van most épp semmi, nem történik, le is van véve a hangerő, meg nincs is bedugva semmi. És akkor vagy az egyes, vagy a kettes, teljesen mindegy, melyik bedugjuk. Be van dugva, és akkor hangerő föl, és már ott a színuszunk. És így csumára tekerve, azt hiszem, hogy egy olyan 1 voltot tud maximum, de még azzal ki is lehet kopra hajtani. Aha. Tehát 1 voltot, ha tud, ezzel az osztással még azzal is kimegy maximumig. Úgyhogy ez így szerintem egy általános felhasználása bőven jó. Van, amikor nem olyan szép a jelem. De becsatoló kondenzátornak is függvénye. Ami meg a telefonnak a sajátja. Jó. Tehát ilyet tud ez a telefon, most például a szinkront is veszti. Itt már tök jól fogja. És ezen belül is lehet ugye szabályozgatni. És ez még csak az egyik applikáció. Ha én nyomok egy ilyet, hogy középső gomb, vagy a vissza, mert tud ez ilyet, akkor elindíthatom a másikat, ahol ugyancsak ott a jelünk, meg a spektrumonizátorunk. De ez egy okos telefon lehetőségek tárháza. Bármilyen applikáció rátölthető, ami még elfér rajta, vagy amit lekezel, mondom, ez egy 4.2.2-es Lollipop van rajta Androidból, és azzal gyönyörűen működget. Hangrögzítőt is tettem rá, hogy esetleg fel is tudjam majd venni, amit alkotok, igaz csak monóba, meg egy szignálgenerátor is van. Egy nagyon okos szignálgenerátor is van rátelepítve, és az pedig ugye a generátor output LR-en fog megjelenni a két jel, és egy ilyen, ott is egy ilyen félvoltos jelet minimum tud, ez a csoda és szép jelalakkal dolgozik. Már csak ezért is kihagytam azt a kicsatoló kondit, hogy ott a jelalakok ne torzuljanak a kicsatoló kondenzátor miatt. Úgyhogy ilyen lett a kis csodabogár. Beszereltem a szekrényébe, gyűlik már a 400 HP, és végül kössünk rá valami muzsikát. Na, indítsunk csak. Ezzel jónak tűnik. A következő rész is valószínűleg érdekes lesz. Ha még nem iratkoztál föl, iratkozz föl. Ha tetszett a videó és ez a megoldás, akkor nyomj egy lájkot. Köszi!